15 napos várakozás után rontottak rá a menekültek a macedón rendőrökre. Csak nem 2 órán keresztül ostromolták a macedón rendőröket és katonákat a migránsok egy kisebb csoportja. Üvegeket, köveket és fadarabokat dobáltak a rendfenntartók felé. A kerítésépítés miatt annyira feldühödtek a menekültek, hogy elkezdték kővel dobálni a macedón rendőröket. A macedón rendőrök folyamatosan a pajzsukkal védték magukat, de így is 15 rendőr megsérült a támadásban. A macedón rendőrök később úgy döntöttek, hogy fény- és hanggránátokat lőnek a menekültek közé. Ez némileg visszaszorította a migránsok csapatát, de ezután még 2-3-szor megrohamozták a pajzsos rendfenntartókat. Az akcióban a macedón rendőrök többször átmentek a görög oldalra, ezt viszont a görög rendőrök nem nézték jó szemmel. Délután 2-kor a migránsok feladták a támadási szándékukat, és visszavonultak a sátraikba. Egy iráni menekült tiltakozásképpen a sínekre feküdt, majd később az őt filmező újságírókra támadt. Ezután viszont nem volt komolyabb incidens a rendőrök és a menekültek között. A menekülteknek egy kisebb csoportja, amelyik folyamatosan tüntet, döntött úgy, hogy megtámadja a macedón rendfenntartókat. Ők már több mint 10 napja vannak itt. A támadásban csak nem 20 macedón rendőr megsérült, hiszen folyamatosan kőzáporban kellett dolgozniuk. Ezért sem volt más választásuk, mint hogy fénygránátokat használjanak. De hivatalosan arra kértük a macedón rendőröket, hogy ne használjanak ilyen kényszerítő eszközöket a menekültekkel szemben. 2 hete lépett életbe ugyanis az az uniós szabályozás, hogy csakis az iraki, szír és afgán menekültek mehetnek tovább, és csakis őket fogadja be Németország. Ennek az lett az eredménye, hogy a görög-macedón határon több ezer tüntető gyülemlett fel. Ők főleg Iránból, Pakisztánból, Marokkóból, Algériából és néhány szubszaharai afrikai országból érkeztek. A kollégáimmal itt vagyunk a határ mindkét oldalán. Az a legfontosabb feladatunk, hogy koordináljuk a menekültek ellátását, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk a különböző segélyszervezetekkel és önkéntesekkel. De a legfontosabb, hogy állandó kapcsolatban legyünk a görög és a macedón kormánnyal, és hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. A menekültek többsége teljesen kilátástalannak tartja a helyzetüket, mert abban a hitben indultak el a saját hazájukból, hogy Európa majd befogadja őket. Egy marokkói férfi öngyilkosságot követett el, szándékosan megfogta a magas feszültségű vezetéket, és a testének több mint 70%-a megégett. A mentősök futva próbálták hordágyon elvinni az első segélynyújtó orvosi sátorba, a társai hősként ünnepelték a 26 éves férfit. He was waiting for, I heard his friend say that he was waiting for 15 days. 15 napja várakozott itt a barátom, és végül úgy döntött, hogy véget vet az életének. Nem bírta a tétlenséget, és úgy döntött, hogy megfogja a magas feszültségű vezetéket. Felmászott egy vonatra, és 2 kézzel megragadta a kábeleket. A teljes felsőteste megégett. Az utóbbi hetekben több ezren érkeztek észak-afrikai országokból, Marokkóból, Tunéziából és Algériából is. Hidd el, sem Algériában, sem Tunéziában, sem Marokkóban nincsen nyugalom. Tudjuk, nincs nálunk háború. De ezekben az országokban diktatúra van, és kegyetlen állapotok uralkodnak. Ha visszamennénk, például én Tunéziába, akkor halálra ítélnének minket. Nincs szabadság. Ez az, amire vágyunk, ezért indultunk el Európába. A 26 éves marokkói férfi életét nem sikerült az orvosoknak megmenteni. Sokan a halála után dühödtek fel, és rohamozták meg a macedón rendőröket. A menekültek haragját az is kiváltotta, hogy egy 3 méter magas kerítést kezdtek el építeni a görög-macedón határra. Kerítést építenek a macedón katonák, alig pár óra alatt több mint 4 kilométeres szakaszon állították fel az oszlopokat ide a görög-macedón határra. A görög oldalon rekedt menekültek egyre elégedetlenebbek, szerintük embertelen körülmények között kell várakozniuk. Így gyerekek vannak, és idős emberek. Ha a telet itt kell tölteniük ebben a sátorban, akkor itt fognak meghalni. Nem ez a sors jár nekik. Nem lehet ilyen tábori körülmények között élni. Szeretnénk átmenni a határon. Az iráni férfi arról beszélt, hogy nem hajlandók visszamenni. Addig várnak itt a görög-macedón határon, amíg át nem engedik őket. Borzalmas a helyzet itt a sátorban. Szinte leírhatatlan. Össze vagyunk zsúfolva. Az eső miatt nedves, vizes ruhákban fekszünk itt. Rengetegen megbetegedtek, gyerekek és öregek is. Ennek pedig a legfőbb oka az, hogy minket nem engednek tovább menni. Mi is emberek vagyunk. Nem értem, hogy miért tesznek különbséget az iraki, szír vagy az iráni között.
Mi Iránból jöttünk, ugyanolyan emberek vagyunk, mint az afgánok. Őket átengedik, minket meg nem. Nem értjük az Európai Uniónak ezt a döntését. Ez egy valós diszkrimináció, ami velünk történik. Ők átmehetnek, mi meg nem. Ezt nem értjük. A legfontosabb üzenetünk, hogy nem fordulunk vissza, nem megyünk vissza. Vagy itt halunk meg a sátorban, vagy pedig átengednek, de biztos, hogy nem fordulunk vissza. Ez a fiatal iráni fiú 19 éves, be akarták sorozni a hadseregbe, ezért döntött úgy, hogy Európába szökik. Arra köteleztek volna engem, hogy embereket öljek. Én nem tudok fegyvert fogni és más emberekre rálőni. Ezt az én országomban viszont nem értik meg. Ezért kellett menekülnöm, ezért vagyok itt. Tulajdonképpen menekülök az iráni hadsereg elől. Én egy rendes jövőt szeretnék magamnak, egyetemen szeretnék tanulni, és egy nyugodt, békés országban szeretnék élni. Irán pedig nem ilyen. Ott diktatúra van, és aki másképp gondolkodik, azt megalázzák és meghurcolják. Az utóbbi hetekben Afrikából is több százan érkeztek ebbe a görög menekült táborba. Ők is abban bíztak, hogy a macedónok tovább engedik őket az Európai Unióba. Itt az idomeni átmeneti táborban szembesültek azzal, hogy nem utazhatnak tovább. Arra várunk, hogy kinyissák a kapukat. Nem is tudunk más tenni, nincs hová mennünk, és minden pénzünk elfogyott. Nagyon messziről érkeztünk, több mint 5000 kilométert tettünk meg idáig, azért, hogy bejussunk Európába. Nem fogunk visszafordulni. Én biztos vagyok benne, hogy ki fogják nyitni a kapukat, hiszen egyre többen leszünk ebben a menekültáborban, és egy idő után nem lesz más választásuk, mint hogy kinyissák a kapukat és átengedjenek minket. Úgy szelektálnak minket, mint az állatokat. Megnézik a papírjainkat a macedónok, és egyszerűen visszaküldenek ide. Csak azokat engedik át, akik Irakból, Szíriából vagy Afganisztánból érkeztek. Ezt teljesen érthetetlennek tartom. Én biztos vagyok benne, ha eljutnánk Franciaországig, akkor megkapnánk a menekült státuszt. Még mindig érthetetlen számomra, hogy szelektálnak közöttünk. Mi miért vagyunk rosszabbak a szíreknél, az irakiaknál, vagy esetleg az afgánoknál? Nálunk sincs demokrácia, egy diktatúrából érkeztem én is. Mi is békében szeretnénk élni Európában. Egy normális életre vágyunk, munkát szeretnék és pénzt keresni. Sok menekült úgy döntött, hogy nem vár tovább. Illegális úton próbálnak átjutni Macedóniába. A környéken több ösvényen is át lehet jutni Görögországból a túloldalra. Naponta átlagosan 100-200 migráns dönt úgy, hogy az illegális utat választja. A macedón rendőrök szinte 10 percenként elfognak egy-egy illegális határátlépőt, néha családosokat is. Őket azonnal visszakísérik a hivatalos áteresztő ponthoz, és visszatoloncolják őket Görögországba. Ezek az iráni fiúk direkt akarták el az arcukat. Arról meséltek nekem, hogy arra készülnek, hogy a zöld határon mennek át először Macedóniába, utána Szerbiába, majd végül Horvátországba. Ők így próbálnak bejutni az Európai Unióba. Szerinted az normális, hogy az erdőn keresztül kell mennünk? De nincs más választásunk. Ez az élet itt a táborban nem nevezhető normálisnak. Ezért döntöttünk úgy, hogy megoldást keresünk. Itt, a táborban egyébként egyre többen azt tervezik és szervezik, hogy hogyan tudnak illegális úton tovább menni. Ez a libanoni férfi alig pár napja érkezett a táborba, de igen hamar felmérte a helyzetet, hogy hivatalos úton őt nem fogják átengedni a macedón rendőrök. Vele éppen akkor találkoztunk, amikor a zöld határ felé sétált az út szélén. Az természetes, hogy kockáztatok, nincs más választásom. Persze benne van, hogy elkapnak engem és visszahoznak a rendőrök ide Görögországba, de muszáj kockáztatnom. Én nem vagyok egy bűnöző, de másképp nem tudok tovább menni. Csak úgy, hogyha egy kerülő utat keresek. Egyszerűen rákényszerítenek arra minket, hogy más megoldást találjunk, még ha ez a rossz út, akkor is. Így lesznek a menekültekből illegális migránsok. Én azt gondolom, hogy minden ember egyenlő, és nem szabadna minket szelektálni nemzetiség szerint, és teljesen érthetetlen számomra, hogy miért csak a szíreket és az iraki állampolgárokat engedik át. Nagyon mérges vagyok, mert borzasztó körülmények között tartják az embereket ebben a menekült táborban. Több száz marokkói, algériai és tunéziai emberrel érkeztem együtt, de rengetegen jöttek fekete Afrikából is, és minket egyáltalán nem engednek át, és felháborítónak tartom, hogy ilyen élhetetlen helyen kell éjszakázni. A macedón katonaság alig egy nap alatt építette fel ezt a 3 méteres kerítést, így akarják ellenőrizni, hogy csak is ezen az áteresztő ponton juthassanak be a migránsok az országukba. Itt mindannyian szabadságot szeretnénk.
Én Marokkóból jöttem, és nem akarunk itt maradni Görögországban. Tovább szeretnénk menni Németországba. Ebben a táborban nincs elegendő víz, élelem, rengetegen megfáztak és megbetegedtek. Rengeteg a gyerek, ezt nem lehet tovább engedni. Addig maradunk itt a kerítésnél, és tüntetünk, amíg ki nem nyitják a kapukat. A macedon hatóságok ennek ellenére igen következetesek. Nagyon aprólékosan nézik meg mindenkinek a papírjait, csak akkor engednek át menekültet ezen a kapun, ha minden adatot rendben találtak.